A temerini Faragó család állattenyésztéssel, tejtermeléssel foglalkozik, ebből próbálnak megélni. Szilvia a feleség feladata, a fejés és minden más ehhez kapcsolódó munka a családi gazdaságban. A munkanap reggel 5-kor kezdődik, és este 9:30-kor ér véget. Olyan 8 órára megfejünk, akkor elmosogatok, elpakolászok, jön a kamion a tejgyárból, az elviszi a tejet. Amit tejet kell vinnem a cukrászdába, azt elviszem. Akkor megjárom a boltot, hazajövök, gyerekeket elrendezem, megfőzök, a takarítás, a mindennapi, az állandó házi munka, akkor a nagyobb lányom az óvodába jár most már, őtet elviszem az óvodába, a kicsi ő itthon marad velem. Itt még nem ér véget a munkanap, este 6 óra körül kezdődik az esti fejés, így aztán szükség van a nagyszülők, a rokonság segítségére a gyerekek körül. Szilvia este 9:30-kor fejez a fejés körüli teendőkkel, de másnap reggel 5-kor már ott folytatja, ahol előző nap abba hagyta. Szabad nap nincs. Faragóiknak 2 gyermekük van, Petra 6 éves, Dorka pedig 3. A gyermekek születése után állami támogatásra eddig nem pályázhattak. Az új törvénnyel viszont ez most megváltozhat. Most viszont végre a mezőgazdasági termelők is ebbe a csoportba tartoznak. Ideális esetben, tehát az lett volna a legideálisabb megoldás, és a Vajdasági Magyar Szövetség ezt szorgalmazta volna, ha a mezőgazdasági, tehát a gazdaságon belül a tagok, illetve hordozók, tehát mindegy lenne, hogy a nő tagja a gazdaságnak vagy hordozója, tehát járna a támogatás, de egyelőre, tehát első lépésben azt sikerült elérni, hogy amennyiben a hölgyre van regisztrálva a gazdaság, tehát ő is kaphat támogatást. Azok is a támogatottak körébe tartoznak, akik szerződéses alapon végeznek alkalmi munkát. A gyermekek születése után járó állami támogatás összege is nő. A legnagyobb újítás, újdonság arra vonatkozik, hogy az első gyerek után ezen túl nem, hát most ez legjobban ilyen 39 ezer dinár, tehát nem 30 pár ezer dinár fog járni, hanem 100 ezerre növekszik ez az összeg, és ezt azonnal a gyerek születése után, tehát megkapja a család. A második, a harmadik és a negyedik gyerek után is jár állami támogatás. Ezeket az összegeket felfelé kerekítik, de csak kisebb növelésekről van szó. Az új jogszabály módosítás kapcsán felmerült az is, hogy a családi gazdaságban dolgozó nők a különböző gyermekvállalási támogatások mellett szülési szabadságra is mehessenek. Egyelőre nem világos, hogy ez mennyire reális elképzelés, pedig minden bizonnyal nagy segítséget jelentene az otthon dolgozó nőknek. Így 3-4 hónapot tudtam bent lenni velük, utána muszáj volt, hogy én is elkezdjek dolgozni. És akkor a szülők, szóval a nagyszülők, nenák, ők vigyáztak a gyerekekre, és ők is sokat segítettek, de azért sokkal jobb lett volna, ha én bent tudtam volna velük lenni még picik. A gyermekvállalás serkentését egyre gyakrabban jelölik meg prioritásként Szerbiában. Tavaly nyáron jelentették be az erre vonatkozó országos stratégia újragondolását. Sürgős és hathatós intézkedésekre van szükség, hiszen az elmúlt év adatai lesújtóak. 1000 lakosra 9 újszülött jutott a múlt évben. Ennek az elvándorlás és a lakosság előregedése az oka.